Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió regionális hír összefoglaló műsorát látják. Június 16-án, kedden. Aranyérmet szerzett az Európa játékokon a mosonmagyaróvári Sastin Marianna. Jelentősen drágul a benzin holnaptól, és látványos várjátszótér épül Győrben. Ezekkel a témákkal is várjuk Önöket mai adásunkban, de először mutatjuk kiemelt híreinket. 3 éve üresen áll a Hédervári kastélyszálló. Az üzemeltető szerint bármikor újra tudnának nyitni. Egyelőre azonban még nem született döntés arról, hogy pontosan mi is lesz az épület sorsa. Önkormányzati tulajdonba kerülnek azok az épületek, amelyeket eddig is a városok használtak, de az állam rendelkezett felettük. Erről döntött a parlament. Győrben 9 ingatlant érint a változás, de országosan több mint 150 ilyen épület van. Elkezdődött a 11. Magyar Táncfesztivál. A megnyitón új darabot mutatott be a Győri Balett, és egy díjnyertes koreográfiában is gyönyörködhettek az érdeklődők. A szervezők szerint idén is az a cél, hogy a magyar táncélet legjobb produkcióit hozzák el Győrbe. Marad a felhős, enyhe időjárás a következő napokban is, de csapadék nem valószínű. Adásunk végén ma este is jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Továbbra is bizonytalan a sorsa a Hédervári kastélyszállónak, 3 éve áll kihasználatlanul. A fenntartó és az önkormányzat is azt szeretné, ha mihamarabb újra nyílhatna, de egyelőre nincs megegyezés a tulajdonossal. Néhány éve még szállodaként üzemelt, ma azonban üresen áll a Hédervári kastély. A tulajdonos és a bérlő között elhúzódó pereskedést az önkormányzat sem nézi tétlenül, hiszen szeretnék a Szigetköz ékességét újra régi fényében látni. Mi hédervárjak nagyon várjuk, hogy végre történjen vele valami. Tehát jelenleg nem működik, nem látogatható, de a park látogatható. Ugye az egyik fele szépen rendben van tartva, a másik fele az sajnos az elmúlt évek jogvitái alatt lényegében tönkre ment. Ott a Hédervári önkormányzat átvette tavaly a kezdeményezést, és saját lelkesedből, saját költségen rendbehozatta. Tehát nyilván itt mindenkinek az lenne az érdeke, hogy végre újra élet költözzen a kastély falai közé. Nem csak a falu vezetés várja a mielőbbi megoldást, de a helybeliek is örülnének, ha szeretett kastélyuk újra kitárná kapuit. Nyilván jobb lenne a falunak is, meg a környéken élőknek is, hogyha itt lenne egy működő idegenforgalmi létesítmény, de hát gondolom az illetékesek megtesznek ennek érdekében mindent, hogy ez így legyen. Szerintem az infrastruktúrát növelni. Hozzájárul a falu jövőhez. Eléggé le van pukkanva különben. Így legalábbis én láttam az előtt is, mert ugye én a környékre való vagyok. Olyan szép volt valamikor régen iskola volt, és utána meg valaki kivette bérbe, és utána meg csak úgy hagyják. Nem szép dolog szerintem, mert nagyon szép az a épület. A bérlő és a kastély tulajdonosa hosszú idő után június elején tárgyalt először. Az ingatlant 10 éven át üzemeltető Barta Sándortól megtudtuk, ő szívesen fogadna továbbra is vendégeket a szállodában, hiszen a feltételek adottak, és a lakosság is támogatná az ötletet. Óriási az érdeklődés a Győr és környékek, illetve Hédervár és környékek között, de meg is országból, sőt külföldről is, rengetegen aláírták a támogatói listát, akik szeretnék azt, hogy a kastélyszálloda ismét a régi fényében működhessen, és bizony elég sok pozitív hatással is volt a régióra, ami biztos a környezetben lévő polgármesterek vagy vállalkozók is el tudnak mondani. Kerestük a kastély tulajdonosát, de nem akart nyilatkozni. Úgy értesültünk, alkotóházat szeretnének az ingatlanban kialakítani. Nagy Imrére emlékeztek országszerte. Az 56-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki. Az áldozatokat 1989-ben helyezték végső nyugalomra. Az évfordulón Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő azt mondta, ez a nap a rendszerváltás egyik kulcsa volt, egy olyan fókuszpont, amely a széttartó politikai akaratot egyesítette nemzeti összefogássá. Országosan 152, Győrben 9 ingatlan kerül át önkormányzati tulajdonba a múlt héten elfogadott törvénymódosítás alapján.
A július 1-ével hatályba lépő törvény következtében egységes tulajdonszerkezet alakul ki az eddigi három szereplős konstrukció helyett. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő szerint így egyszerűbbé válik majd a felújítási és fejlesztési pályázatokon való részvétel is. Elfogadták azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet Simon Róbert Balázs nyújtott be négy képviselőtársával együtt még decemberben az országgyűlés elé. Ennek értelmében a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülnek. A feladatot eddig is az önkormányzat látta el, és hogyha ezért anyagiakat kellett volna fizetni, akkor én azt gondolom a 9 ingatlan esetében ez megközelítette volna az 1 milliárd forintot, de ilyen értelemben sokkal egyszerűbb volt így, és ebben az állam is partner volt, és éppen ehhez kellett a törvénymódosítás, hiszen az állami vagyonról szóló törvény ezt alapvetően alaphelyzetben nem teszi lehetővé, viszont egy ilyen törvénymódosítással az ingyenesen megvalósult. Simon Róbert Balázs szerint azzal, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményeknek helyet adó épületek ténylegesen önkormányzati tulajdonba kerülnek, egyszerűbbé válik a fejlesztési és a felújítási pályázatokon való részvétel is. Ennek az volt a célja, hogy egységes tulajdonszerkezet alakuljon ki az önkormányzat részéről, ráadásul még a különböző pályázatoknál kevésbé legyen bürokratikus az eljárás, hiszen minden esetben mondjuk egy pályázat, egy felújítás esetében az államtól kellett tulajdonosi hozzájárulást kérni. A múlt héten elfogadott törvénymódosítás következtében országosan 152, Győr esetében 9 ingatlan kerül át önkormányzati tulajdonba. Köztük van többek között a megyei könyvtár, a kőtár, valamint az apátúrház is, amit már régóta szeretnének felújítani. Konkrétan, amiben nagyon pozitív ez a döntés, az ugye az apátúrháznak a kérdése, hiszen bemutattuk a terveket, és körülbelül másfél évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy beadjuk őket engedélyezésre, és utána egy jó projekt előkészítés után szeretnénk Európai Uniós támogatással felújítani. Igen, ám, de sajnos az az állami bürokrácia, ami ezzel kapcsolatban érintett volt, még mindig nem volt képes arra, hogy egy olyan állapotra jusson, hogy be tudjuk adni engedélyezésre ezeket a terveket, és legyen ebből majd egy beruházás. Éppen ezért ez nagy könnyebbséget jelent számunkra, hiszen most már a saját ingatlanunkon könnyebb lesz ezeket az engedélyeket beszerezni. Az elfogadott törvény július 1-én lép hatályba. Látványos várjátszótér épül Győrben, ezt jelentette be Radnóti Ákos alpolgármester. Az adivárosi egyes tó melletti szánkózó dombon egy egész erődrendszert építenek. A dombtetőn állnak majd a vár felső bástyái, a magaslatról a lépcső mellett mászóhálón, és több fedett, illetve nyitott csúszdán lehet majd megközelíteni az alsó bástyát, ahol további tornyok és létrák várják a kicsiket. A kivitelezés hamarosan elkezdődik, a kész játszóteret a gyermekek már az idén nyáron birtokba vehetik. A beruházás a játszóvár megépítésével és az azt körülvevő közterület komfortosabbá tételével együtt 48,5 millió forintba kerül. Jelentősen 8 forinttal drágul a benzinára holnaptól, a gázolajé nem változik. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 393 forintra nő, a gázolajé 381 forint marad. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és 2015. január között mintegy 100 forinttal csökkent. Az utóbbi 5 hónapban ugyanakkor fokozatosan 70 forinttal emelkedett. Az autósok akár 25 forintos literenkénti árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Idén is volt kenyérfesztivál Győrben. Nem csak hazánkból, hanem a határokon túlról is érkeztek pékek és kézművesek, hogy bemutassák termékeiket. Idén is pékekkel és kézművesekkel telt meg a Veres Péter iskola udvara. 13. alkalommal rendezték meg az Euróregionális Kenyérfesztivált, amely már kézműves találkozó is egyben. Csináltunk kézműves sarkot, hiszen ez nem csak kenyérfesztivál, hanem kézműves találkozó. A gyerekekre is gondolva, gyerekjátszó programok vannak, művészeti csoportok lépnek fel, illetve gasztronómiai sarok van még itt színesítve a rendezvényt. Találkozni lehetett például az ország kenyerével is, amely ráadásul régiónkhoz kötődik. Nagyon örültünk, hogy ebbe az évben sikerült elérni ezt, hogy a milyenké legyen az ország kenyere. Hát a kenyér az különleges tönkölylisztet tartalmaz 16%-ban, egy nagyon hosszú kovásszal dolgozunk benne, és mégis nagyon harmonikus, nagyon jó, akár egy pörkölthöz, akár egy gyengébb ételhez, mindenhez tudom ajánlani. Aztán kiderült például az is, hogy a kenyér bizony nem csak ételként, hanem akár művészeti alkotásként is megállja a helyét. Ezeket a mintákat szabad kézzel készítik a termékre. Az, hogy
egy ilyen tésztát, mikor kialakítsunk, ehhez szobrászat kell. Ez azt mondják, hogy a kenyérnek tényleg itt van a lelke, itt mutatja meg magát, hogy hogy alakul a tésztának a minősége, vagy a péknek a munkája, a kezemunkája, hogy tükröződik vissza azon az érett tésztáról. Nem csak a kenyerekről szólt a fesztivál, hanem a kézművesek is felvonultak. Általában a kézműves termékek egyedi megjelenésükről híresek, de megtudtuk azt is, hogy a használhatóság legalább annyira fontos. Ehhez nagyon ragaszkodom, hogy kézi munkával készült termékek legyenek, úgyhogy ezek vagy kisszériásak, vagy teljesen egyediek, és nagyon fontos, hogy a funkció az első, tehát ilyen helyen, ahol a közönséggel találkozhatok, itt a használati tárgyakra helyezem a hangsúlyt. Az idei kenyérfesztiválra egyébként nagyjából kétszer annyian jelentkeztek, mint tavaly. Elkezdődött a 11. Magyar Táncfesztivál Győrben. Kis János, az eseményt szervező győri balett igazgatója azt mondta, a rendezvény legnagyobb célkitűzése az, hogy a magyar táncélet minőségi produkcióit hozza el a városba. A megnyitón mutatták be a társulat új darabját is, Kizökkent címmel, de a közönség egy díjnyertes koreográfiát is láthatott a Győri Nemzeti Színház nagy színpadán. A berlini táncolimpia első helyezettje Glaser Márton a 11. Magyar Táncfesztivál színpadán. A július 21-ig tartó rendezvény ünnepélyes megnyitóval és gálával kezdődött. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntőjében azt mondta, jó dolog, hogy a fesztivál nem marad meg a színház falai között, hiszen számtalan szabadtéri program is várja az érdeklődőket. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan fesztivál sikerült létrehozni az elmúlt 11, illetve 10 évben, ami nem csak a színház falai között jelent fesztivált, hanem a művészek, illetve a szervezők kivitték az utcára, ami azt jelenti, hogy mi győriek, ha szeretünk táncolni, ha nem, de általában szeretünk táncolni, mert mindegyikünk szeret táncolni, tevékenyen részt vehetünk ebbe a táncfesztiválba. Ez pedig már a győri balett új előadása. A Kizökkent Cayetano Soto koreográfiája, amelyet a társulat a táncfesztivál megnyitóján mutatott be először. Kis János igazgató szerint a táncművészetről nem kell sokat beszélni, nézni kell és el kell gondolkodni azon, amit a művészek a testükkel próbálnak kifejezni. Ennek a fesztiválnak a legnagyobb célkitűzése az, hogy a minőséget keresi. Nagyon fontos, hogy a magyar tánc élet igazi minőségei jelenjenek meg ezen a fesztiválon, és legyen a táncművészet diadala. Itt díjakat nem osztunk ki, díjakat önök adnak, tisztelt közönség, azzal, hogy érdeklődnek, azzal, hogy tapsolnak, azzal, hogy kiabálnak és bravóznak. A 11. Magyar Táncfesztivál június 21-ig tart. A Győri Nemzeti Színház nagyszínpada mellett a Kisfaludi teremben, a Bartók Béla megyei művelődési központban és a színház előtti téren is lesznek programok, utóbbiak ingyenesek. Kulturális együttműködési megállapodást kötött Balatonfüreddel Komárom. A komáromi művészeti csoportok egy része már bemutatkozott a Füredi Jókai Napokon, most pedig az Anna Bára készülnek. A kulturális csereprogram érinti a művészeti csoportokat, a civil szervezeteket és az idegenforgalmat egyaránt. A megállapodás az idei évre szól. Aranyérmet szerzett a mosonmagyaróvári Sasti Marianna a Bakuban rendezett Európa játékokon a birkozók 60 kg-os mezőnyében. A magyar versenyző végig nagy fölényben volt orosz ellenfelével szemben a döntőben, végül 7-0-ra tudott győzni. A magyar csapatnak eddig 6 aranyérme van a játékokon. Győzelembe búcsúzott a magyar női kosárlabda válogatott a hazai rendezésű Európa-bajnokságtól. A mieink a szlovákok legjobbjait verték az utolsó csoportmérkőzésen, 86-74 arányban. A magyar együttes Európa-bajnokságokon 12 év után nyert meccset, előzőleg ugyanis 2003-ban Görögországban győzött. Azóta csak 2009-ben jutott ki Európa-bajnokságra, akkor pedig 3 vereséggel búcsúzott Lettországban. 3 éve üresen áll a Hédelvári kastélyszálló. Az üzemeltető szerint bármikor újra tudnának nyitni. Egyelőre azonban még nem született döntés arról, hogy pontosan mi is lesz az épület sorsa.
önkormányzati tulajdonba kerülnek azok az épületek, amelyeket eddig is a városok használtak, de az állam rendelkezett felettük, erről döntött a parlament. Győrben 9 ingatlant érint a változás, de országosan több mint 150 ilyen épület van. Elkezdődött a 11. Magyar Táncfesztivál, a megnyitón új darabot mutatott be a Győri Balett, és egy díjnyertes koreográfiában is gyönyörködhettek az érdeklődők. A szervezők szerint idén is az a cél, hogy a magyar táncélet legjobb produkcióit hozzák el Győrbe. Ma este is itt van velünk Kóródi Petra, aki a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit gyűjtötte össze nekünk. Szia Petra, milyen programokból választhatunk szerdán? Szia és köszöntöm a nézőket, egy kiállítást ajánlanék a figyelmükbe. Már várja az érdeklődőket Keresztes Dóra, grafikus művész kiállítása Tatabányán a Vértes Agórájában. A tárlatot egészen szeptember 30-áig lehet megnézni. Aztán Szent Iván éj varázsa címmel Mészáros Márta néprajzkutató tart előadást holnap Tatán. Az érdeklődők a Szent Iván éjhez köthető magyar néphagyományokkal ismerkedhetnek meg. Szent Iván éj varázsa előadás Tatán a Móri Zsigmond Városi Könyvtárban holnap délután 5 órától. Aztán Képek egy eltűnt világból Gróf Battyány Gyula alkotásaiból nyílt kiállítás Győrben. Gróf Battyány Gyula képeiből ez az eddigi legnagyobb és legteljesebb kiállítás, amit valaha láthattak az érdeklődők. A tárlat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban várja a látogatókat egészen augusztus végéig. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Változóan felhős, azonban csapadékmentes lesz a szerda az előrejelzések szerint. A hidegfront tovább érezteti hatását, a hőmérséklet jóval az átlag alatt alakul majd. Szerda hajnalban 13, amíg reggelre 17 fokot mutathatnak a hőmérők a prognózisok alapján. Szerda délutára maximálisan 21 fokig melegszik a levegő. A szerda este is csapadékmentes, azonban erősen borult lesz, 12-15 fokot mérhetünk a nap végén. Felhős lesz a folytatás is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. A hőmérséklet továbbra is elmarad az átlagtól. Csütörtökön esőre nem kell számítani, reggel és este 11, amíg napközben 23 fok valószínű. A péntek is borult, azonban csapadékmentes lesz, a nap elején és végén 13, amíg napközben 23 fok valószínű. Szombatra már jósolnak csapadékot, elsősorban a reggeli órákban eshet, a nap elején és végén 12, amíg napközben 23 fok várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió június 16-ai műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap este 7 órától újra jövünk Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Számítunk figyelmükre akkor is, addig pedig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!